Legújabb albumáról, a Világ rózsaszínben című számával nyitotta meg Szent Martin az Egri Szimfonikus Zenekarral közösen adott koncertjét a fogyatékkal élő fiatalokért. A jótékonysági koncert bevételét a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület támogatására ajánlották fel a 30. országos és a 12. nemzetközi speciális művészeti fesztivál megrendezéséért. 1987-ben Egerben szervezték meg fogyatékkal élő személyek számára az első ilyen kulturális fesztivált. Ez lehetőséget ad a sérült művészek sajátos látásmódjának kultúra közvetítésére. Szent Martin a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett szakszofon és pánsíp művész neve már összeforrt a jótékonysággal. Az Egri székhelyű egyesület keretein belül működő Nemzeti Színkottárs zenekar munkáját régóta segíti. Fontosnak tartja a művészek támogatását. Az az öröm érzet, amikor ők muzsikálnak, és pláne a végén a siker. A tapsnak mi is nagyon-nagyon örülünk. A sérült emberek hatványozottabban. Szinte lepkehálóval kell elkapni őket. A támogatott eseményre június 26-a és 30-a között kerül sor a Dobótéren és a Gárdonyi Géza Színházban.